Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerte testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mint pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól, mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok én is közöttük. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, a szentmisét megnyitó könyörgésben azt kértük Istentől, aki megváltott minket és gyermekeivé fogadott, hogy minket Krisztusban hívőket vezessen el az igazi szabadságra. Testvérek, az Úristen két lábon járónak teremtette az embert, de meg kell tanulni járni. Isten beszélő lénynek teremtette az embert, de meg kell tanulni beszélni. Gondolkodónak teremtette, de meg kell tanulni gondolkodni. Tehát képességeket adott, de mindezek hold tőke marad, ha bizony erőfeszítések, mások vezetése nélkül ki nem bontakoztatjuk. És minél magasabb rendű az a képesség, annál jobban kell a vezető, annál jobban kell a gyakorlás. A két lábra állást megoldja maga a gyerek. A beszéd már nem megy egyedül. Ha soha nem szóltak volna hozzánk, nem tanultunk volna meg beszélni. A gondolkodás képessége még magasabb. Írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni, mekkora segítség kell az embernek. És testvérek, a legnagyobb képességünk a szabadság. Persze egyszer már beszéltem arról, hogy mi a szabadság. A szabadság nem azt jelenti, hogy azt teszek, amit akarok. Tehát rosszat is tehetek. Ez a szabadság megbetegedése. Tudnilik, Isten nem tud rosszat tenni. Akkor mi lehet a szabadság? A szerető képességünk lényeges alkotó eleme. Mert a gépek nem tudnak szeretni, mert nem szabadok, az állatok sem. Ezért a szabadság a legmagasabb emberi képesség. Ennek a képességnek kiművelése a legnehezebb. Mert ide jócskán belerontott az Istennel való szakítás, és ekkor úgy tűnt, amikor az Istennel szakított az ember, hogy a szabadság az, hogy szabad vagyok mindenkitől, még az Istentől is, de ez nem igaz, mert itt saját börtönébe vergődik az ember. Igen, miért gondolják egyesek, hogy nem kell nevelni az embert a szabadságában? Keresztény, katolikus, hívő, oktatásért felelős, államtitkár asszony előadását hallottam, és azt mondta, micsoda harcot kellett vívnunk, hogy az alkotmányba bekerüljön ez a szó, hogy nevelés. Testvérek, ezek fogjuk fel, hogy itt milyen harc megy. Csak azt akarták, hogy oktatás legyen. A nevelés szó most viszont a háromnegyedes többség meg fogja szavazni. De ezért vért kellett izzadnia, hogy tessék beírni a nevelés szót. Egy bizonyos irányzat ezt gyűlöli.
Az iskolára vonatkozó törvénybe most beleszírva, hogy nevelés. Mi van e mögött a felfogás mellett? Mögött, hogy nem kell nevelni az embert, csak oktatni. Ki kell művelni a különböző képességeit, de pontosan a szabadság azt jelenti, hogy szabadon hagyjuk, azt csinál, amit akar. Hát igen, de már itt vannak a tapasztalati ellenérvek, amikor Amerikától kezdve Magyarországig megjelenik az erőszakosság, iskolai gyilkosságok. Tanárokat és egymást ölik meg. Testvérek, azért jó erről beszélni, mert megkísért bennünket, katolikusokat, keresztényeket, hogy olyan elvont dolog az a Krisztus két természete, egy istenség, egy Isten, Isten és ember, de egy személy, hogy az oltári szentségben jelen van, hogy mindez olyan nagy vallási szöveg. Testvérek, így gyökerezik, abba gyökerezik mindez, ami tapasztalati, hogy Isten az ő képére teremtette az ember szabadnak, de elszakadva tőle a szabadsága szétmegy, önmaga körül forog, a régi adamita természet kitör rajta, sebzett a szabad akaratunk. És érdekes, a pogány ember is, mindenkorok minden embere nevelni akarta az ifjúságot. Vigyázzunk már, ezt nem akarják. Mert nincsenek abszolút értékek. Ami itt folyik igehirdetés címén, amit itt ünneplünk, az az egész emberiség megmentése. Az óvodától az egyetemig az ember szabadság képességét, szabad akaratát ki kell művelni, mert ha nem művelik ki, szabadsága abba fog mutatkozni, hogy önmagát választja, önzését, nyíltan vagy rejtetten. Úgy tűnik, hogy Isten fiának azért nem kellett eljönni a földre, hogy megtanítsa a csecsemőt lábra állítani. Úgy tűnik, azért sem kellett eljönnie a világra, és emberré lennie, hogy az embert megtanítsa beszélni. Talán azért sem kellett volna eljönnie, hogy az ember megtanuljon logikusan gondolkodni, hiszen előtte már ott volt Pláton és Arisztotelész. De azért, hogy az ember szabaddá váljon, el kellett jönnie. Mert ha az ember nem ismeri azt a szent háromságos egyistent, aki végtelen szereti őt, akkor az ember bezárul. És ha nincs bűnbocsánat, akkor maga körül forog. Ezt hozta el a mi Urunk Jézus. Ezzel szabadította föl az önmagába tekeredett szabadságunkat, amibe vergődünk, hogy nem kell a bűneidet állandóan emlegetni, nem vagy megkötözve, én feloldozlak téged. Az emberfiának van hatalma a földön, hogy feloldozza a bűnöket. És hogy Isten nem olyan, amire gondoltok, hogy egy kéi úr, aki odavág az embernek, hanem emberré lesz, meghal értünk és föltámad, és meghív az ő szeretet életébe. Testvérek, egyedül Jézus Krisztus mentette meg az emberi szabadságot. Hiszen India nem is tud róla. Egy örök körforgás van. Igen. Az emberi szabad akaratot megadta az Isten, de ez egy roncsolt képesség lett, ki kell művelni. Egyébként minden korok, minden embere úgy tudta, hogy nem csak meg kell tanítani valamit a gyerekeknek, hanem át kell adni az Istentől jövő üzenetet, erről énekelte Kántor úr, ha figyeltünk az antifónák között, hogy te is add át gyermekeidnek, fiaidnak és unokáidnak, hogy az Isten szeret, és hogy mindig nevelték a szeretetre. Az önmaga farkába harapó kígyó ősképe a kiműveletlen szabad akarat. Soha nem volt csupán oktatás, hanem nevelés is volt. Sőt, a nevelésnek a része az oktatás. Mindig ilyenkor el szoktam mondani, Bencés tanárom, igazgató, dr. Holenda Barnabás,
egy majd 2 méteres, sovány, magas, csöndes, bencés atya, akit meghívott az egyik egyetem atomfizikusnak, de le kellett volna tennie a reverendáját, és nem fogadta el. Nem prédikált, nem vállalkozott diákmisén predikációra. 4 év alatt egyszer mondta ki Isten nevét, de akkor belelremegtünk. Egy gyerek sorozatosan nem készült matematikából, és bevert. Megint egyes. És az a mélységes meggyőzés, fiam, hogyan akarsz te üdvözülni ilyen dologtalan élet mellett? Akkor értettük meg, hogy nem az számít, hogy hányos vagy matematikából, hanem hogy dolgozol-e, vagy henyélsz. Tehát a nevelésnek a része volt az oktatás. Bámulatos. Azok a szörnyűségek, amelyek az utóbbi 20-30 évben történtek, Amerikában, Európában, sőt hazánkban is, iskolai gyilkosságok jeleznek valamit, amit a felnőtt világ kell, hogy számba vegyen. Ha még tud gondolni, a felnőtt világ tud gondolkodni. Mert manapság már tisztelet a kivételnek, neveletlenek nevelnek, neveletleneket neveletlenségre. Azt csinálod, amit akarsz. Most már sok helyen nem nevelnek, mert a szabadságát sérti a gyereknek. Testvérek, imádkozzunk a keresztény és ember ilyen gondolkodó politikusainkkal. Nem igaz, hogy minden politikus gazember és lop. Nem igaz. Mert ez, aki ezt az előadást tartotta, azt mondta, ha nem viheti ezt végig, akkor lemondok. Imádkozzunk értük, és mi magunk is újuljunk meg, de söpörjünk a saját házunk előtt, a saját egyházunk előtt. Ez beszüremkedik az egyházba is. Idéztem már talán azt az esetet, egy nyugati országban történt, első áldozásra készítették a gyerekeket, és ez a magyar asszony, akinek külföldi férje van, 6 gyereke, megdöbbent azon, hogy nincs gyónás. Mert a főtisztelendő kijelentette, hogy a gyerek az nem tud vétkezni. Hát hogy? Hát ő nem volt gyerek. Ide lezülleni. Micsoda felszabadulás annak a kisgyereknek, hogy Jézus megbocsátott neked. Menj tovább. Nem a világgal van baj, velünk keresztényekkel. És az első áldozási misén a pap fölhívta a gyerekek figyelmét, hogyha a szüleik megütik őket, mert őt azért megütötték, amikor rossz volt, akkor hol kell feljelenteni a szülőket? Na, így volt egy evangéliumi magyarázata is. Engedjétek hozzám a gyermekeket, ilyeneki a mennyek országa, de tudjátok, fejtette ki a főtisztelendő plebános úr, nem ilyen gyerekekről volt szó, ám ilyen jó szituált gyerekekről, mint ti vagytok, hanem olyan megvetettekről, mint a muzulmánok, meg a többiek, meg azoknak, akiknek nincs mit enni. Azokat a gyerekeket nem engedték oda az apostolok, és Jézus azokat engedte magához. Testvérek, itt no comment mondja mostanában a magyar. Testvérek, ezek a szent miséink. Ennek kell, hogy olyan agy és szívmosás legyen, hogy nem érgezzen meg bennünket ez a világ. Mert akkor eláruljuk nem csak Krisztus, hanem az egész emberiséget. Természetesen a szeretet fegyelméről van szó. Senkit sem lehet jóvá szidni és jóvá verni. De jóvá szeretni lehet. És a szeretet fegyelméről van szó, hogy aztán a fegyelem szeretetét magáévá tegye az ifjú. Ma egyetemes és alaptámadás éri az emberi szabadságot, mert nem is fejleszthető ki. Nem szabad nevelni. Ismét egy keresztény politikus írja. A jakobinus, szabadkömüves, bolsevik ideológia a múlté. Poros lomok, még akkor is, ha időnként leporolják és átcímkézik. A mi keresztény felfogásunk modern, mert éppen az a lényege, hogy tudatosan és állandóan
visszalendül az örök értékekhez. Ami pedig az örökké valóságban gyökerezik, az bármilyen ősi, mégis mindig fiatal. És hoz egy remek példát, amelyet hát én átéltem. Olvassunk bele mondjuk a fölvilágosodás enciklopédistáinak könyveibe. Ajánlom, nem tudtok testvérek három oldalt elolvasni ásítás nélkül. Olvashatatlan, legfeljebb kortörténeti szempontból lehet érdekes, de ma már semmit sem jelentő kacatok. És olvassunk bele Szent Ágoston vallomásaiba. Eleven, friss, itt és most nekünk szól. Ágoston élő, a fölvilágosodás enciklopédistái, poros könyvtárak, mój abrakjai. Azért, mert Ágoston az örökké valóhoz kötődik, az enciklopédisták pedig egy elmúlt kor időleges ideológiájához. Hát ezért vagyunk modernek mi, és avittak ők. És éppen Rousseau-nál kezdődik már az, hogy a gyereket engedjük kifejlődni. Úgy magától. És látjuk, hogy mi lesz a vége. Ezért mondja a mostani könyörgés, hogy vezessen minket az igazi szabadságra. És nyilvánvaló, hogy nem fejeződött be az ifjúság nevelése. Testvéreim, naponta meg kell harcolni a kis szabadságharcunkat. Ahogyan eszünk, ahogy iszunk, amiket mondunk a másiknak. Olyan kegyetlen, véres szabadságharcot kell vívni saját magunk önzése ellen, és akkor mi lesz az eredmény? Egyszerűen csak elviselhetők leszünk. Mit gondoltok, miért bomlanak fel keresztény családok? Mert nincs ez az állandó önnevelés. És mit gondoltok, ki a hiteles nevelő? Nem az, aki nem hibázik, hanem amikor látják a gyerekek, hogy apám jóvá tette, bocsánatot kért. Hogy ő maga is neveli önmagát. Testvérek, amikor külön beszélgettem ilyen 17-18 éves fiúkkal Esztergomba, olyan megdöbb, külön, nem együtt. És mondta, ide figyelj, most már nekem ne add ki albérletbe a nevelésedet, mert ha magadat nem kapod el, nem fegyelmezed magad, minden délutáni stúdiumot elblitzelsz, akkor nem leszel az, ami akarsz lenni. Nem vesznek fel az orvosira. Tehát légy szíves, saját magadat neveld. És hogyan? Fájdalmasan is. Azt mondja Szent Pál, hogy mit tesznek a sportolók, hogy elnyerjék a koszorút. Mert az ókorban egy koszorút kaptak, nem pedig milliárdokat. Az volt a győzelem, hogy győzött. És ragyoghat. És azt mondja, mi? Mit? Milyen aszkézis, milyen gyakorlatokat végzünk naponta, hogy elnyerjük a mennyei koszorút. Mert csak a szabad ember nyerheti el azt a mennyei koszorút, amely maga az Isten. Testvéreim, csak az Úr Jézus vezet el a teljes szabadságra, a szeretet. És itt kapcsolódik, amit Szent Pál mond. Aki a törvényt felrúgja, nem szabad, hanem gyilkos lesz, parázna, tönkreteszi a családját, a többieket. Na most, aki viszont csak a törvényt tartja be, az is rabszolga. Lehet, hogy ezt vették észre a kereszténység kritikusai, hogy a kereszténység nagy többsége még ószövetségben van. Betartom, mert elő van írva. Nem. Jézus ezt felrobbantja. Azért, mert az Isten szeret. És Isten tudja, hogy mi az, ami neked árt, és mi az, ami neked jó. Szeretetből betartani a törvényt. Ez könnyű, ez szép. A szeretet aszkézise. Ezt vette észre elöljárója Liziói Szent Teréznek, hogy amíg a többi apáca azért gyakorolta az önmegtagadást, hogy most nem szólok, most böjtölök, stb., hogy majd tudjon tisztán szeretni. Teréza zseni megfordította. A szeretet aszkézisét gyakorolta. A szeretetnek a fegyelmét. Hát ez a krisztusi szint. Itt van az, amikor felszabadít minket Krisztus. És ahol ketten-hárman összejövünk, mint most is, itt van velünk. Az emberi szabadságnak a legnagyobb, itt a Földön elérhető legnagyobb tágassága, amikor megáldozunk. Mert ő és én egy leszünk.
a végtelen szeretettel, ez a kicsi gyarló ember. Istenünk, te gyermekeiddé fogadtál minket, Krisztusban szeretett fiaidnak add meg az igazi szabadságot és a mennyei örökséget. Amen.